látták azokat az üzenetet. Újabb több száz ukrán katona hagyhatta el a mariupoli acélgyár területét, az oroszok által ellenőrzött területre viszik őket, az még nem egyértelmű, hogy milyen sors vár rájuk. Egyes orosz politikusok a neonáci bűnözők halálbüntetését sem tartanák túlzónak, az ukránok viszont fogoly cserében reménykednek. Azt meglehetősen nehéz megítélni, hogy a frontvonal más részein hol tartanak a harcok. Az utóbbi napokban az ukránok nem igen tudtak harci sikerekről beszámolni, az oroszok igen, de nem tudni, hogy ebből mennyi az igaz. Kisebb csoportokban hagyják el a mariupoli Azovsztál acélmű területét a még ott lévő ukrán egységek, köztük az Azov zászlóalj fegyveresei. Erről a moszkvai védelmi minisztérium tett közzé felvételeket szerdán. A tárca szerint hétfő óta csaknem ezren adták meg magukat, volt, akit rögtönzött hordágyon hoztak ki a bajtársai az acélgyár alatti bunkerből. Hivatalos orosz források szerint 51 sebesültet vittek az orosz szakadárok által ellenőrzött Novoazovszk kórházába. A többieket buszokkal szállították egy korábban felszámolt Donyecki fegyenztelepre, ahol az orosz hatóságok kihallgatják őket. Sorsuk továbbra is bizonytalan. Az ukrán védelmi miniszter helyettese szerdán a BBC-nek azt mondta, folyamatosan tárgyalnak Oroszországgal a fogoly cseréről. De moszkvai parlamenti képviselők már kedden azt javasolták, hogy a Moszkva által neonácinak tekintett Azov alakulat tagjairól a szakadár területeken ítélkezzenek, ahol akár halálbüntetést is kiszabhatnak rájuk. Az orosz ellenőrzés alá került Mariupolban jelenleg szünetelnek a harcok. Ám a város polgármestere szerint további ezrek eshetnek áldozatul az egyre súlyosabb humanitárius válságnak. Fertőző betegségek, vérhas, kolera tizedelheti tovább a lakosságot, mivel továbbra sincs működő infrastruktúra, tiszta ivóvíz és gyógyszer. Ráadásul több ezer áldozatot temettek tömegsírokba, amelyeket azóta az eső kimosott. Közben nyakunkon a hőség, így súlyos járványok alakulhatnak ki, figyelmeztetett a polgármester. Közben a Kreml szóvivője szerdán ismét a béketárgyalások akadályozásával vádolta az ukrán kormányt. A mariupoli fegyverletétel és a béke folyamat két külön dolog. A tárgyalások jelenleg holtpontra jutottak, és nem tapasztalunk hajlandóságot az ukrán fél részéről a folytatásra, fogalmazott Dmitrij Peszkov. Ukrán katonai források szerint szerda hajnalban újabb orosz rakéták csapódtak be Ukrajna északi és északkeleti megyéiben. Ezeket a felvételeket az ukrán közmédia készítette az Oktirka nevű településen, ahol több lakóházat találatért. Rakétacsapások érték Lviv, Szumi és Csernyihiv térségét. A határaink mentén szabotázs akciókat hajtottak végre. Az orosz haderő így akarja ellensúlyozni az ország déli és keleti részén elszenvedett sorozatos kudarcokat, közölte Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Az orosz haderő viszont újabb harci sikerekről számolt be, külön kiemelve két dél-ukrajnai települést, ahol állításuk szerint külföldi zsoldosok állomás helyét semmisítették meg. A moszkvai védelmi minisztérium egy videót is közzétett az orosz tüzérségi akciókról, azt nem tudni, hogy a felvétel pontosan hol és mikor készült.